Minden érdeklődőt köszöntök a Túri Barázdák című sorozatomban. Mezőtúr történetét, mesterségek, hobbik művelőit, életpályáit mutatom be üzembe az utókornak. Jelen alkalommal egy olyan szakmát mutatunk be, ami már lassan kihalófélben van, vagyis nagyon kevés a szakember. Nagy tisztelettel üdvözlöm Sárkány Antalt, Műkövest. Légy szíves, Antal bácsi, egy pár szóval mutatkozzál be, mikor születtél, gyerekkorod hogy telt, mikor kezdted a szakmát? Születtem Mezőtúron 1935. Második 26-án. Hogy a szakmát mikor kezdtem, még sem tudom mondani, már tényleg olyan régen volt időben pontosan, hogy mikor nem tudom megmondani. Háború után, mert háborúban még ott voltam Pesten, jöttem, mentem, ott utána kezdtem. Pesten mivel foglalkoztál? Hát tulajdonképpen épületekkel, már szobrászokkal dolgoztam sokat Pesten. Aztán az épületeken azt utána kezdtem szakmát gyakorolni, tenni, venni a szobrászipari vállalatnál. Mikor végezted el a 8. általánost? Ó, a jó Isten, nem tudom, mert annyira felejtős vagyok, nem tudnám, sokat nem tudok most, hogy mi hogy van, tényleg. Pesti munkahelyed után merre dolgoztál? Hú, Atya Úristen, Pest után dolgoztam én Győrbe, a nagyvárosokban minden, Szegedtőke mindenütt, minden nagyvárosban dolgoztam a szakmában. Ezzel a szobrász... Szobrászatban, tehát a műkőben épületek szobrászat, javítások mennek, ezek mentek mindenfele. A nagy épületben, Budapest külkedben, Szegeden, Miskolc, mindenfele, össze-vissza. Mikor kerültél haza Mezőtúra? Aj, te jó Isten! 60-as évek, 70-es évek? 60-as években, hogy is, tehát azt mondom, hát annyit felejtek, hogy nem tudnám mikor, pont, hogy van, mert nem tudom. Az, amióta a fejemmel baj van, nem tudom az időket. De sokáig jöttem haza, már akkor a gyerekek nagyok voltak, mikor az asszony nem bírt, akkor haza kellett jönni. Ott itt kezdtem dolgozni utána még. Mikor nősültél meg? Úristen! 50-es években? 50-es években. 50-es években. Itthon a munkádat, mint önállóan kezdted, vagy valamelyik vállalatnál? Kettő ment. Tehát a vállalatnál kezdtem, építő kisipari szövetkezetbe kezdtem, oda hívtak haza, akkor jöttem haza. Mikor haza hívtak ide a KTS-be, ott lettem. Irányító magyarul. Ebbe a KTS-be milyen munkálatokat végeztetek? Ott mi, én a sírkő, műkő munkát csináltattam, mert a KTS-be minden munka ment. Én ezt csináltattam, külön műhelyen. Ez egy részleg volt? Ez egy részleg volt, igen. Kik voltak a munkatársak? Ó, a jó Isten tudja, annyi volt, hogy nem tudom. Egy néhányat. De nem tudnám névről megmondani most, hogy hány volt. Volt vagy 5-6 érte, Kis Pista, Szabó Sándor. Nem, de nem tudom, mert sok... Pályi Pali. Nem tudom, na, tehát ebben bajban vagyok a nevekkel. Felejtett nagyon. Beszéljünk egy néhány mondatot erről a lépcsőről, ami itt van a hátunk mögött. Igen. Kié volt ez a lépcső, hogy kezdődött ennek a terve, kivitelezések, ki segített, mit tudsz erről elmondani? Még sem nem mondani, hogy mi kié, mi volt, hogy volt, érted, annyi volt, hogy egy roncs volt, azt megkezdtük szétverni, kijavítani, megkezdtük utána csinálni a lépcsőket. De azt sem tudom, hogy ki segített rád így sem, mert nem tudnám megmondani, olyan felejtős vagyok. Ott a neved mellett van egy Pályi név. Pályi, igen. Erre visszaemlékszel erre a segítségre? Most az, hogy Pályi több volt, de érted Pályi Lajos vagy Sanyi, nem tudom most pontosan, hogy melyik hogy volt, mert mind a két Pályi volt velem.
Ez Pályi Pál volt? Pál, igen, Pali volt, igen. Ez az épület, amiben most vagyunk, ez valamikor Nagy Kálmáné volt. Igen. Mit tudsz róla mondani? Nagyon semmit, mert nem tudtam, mikor mondtad, hogy ez kiél, hogy jöttél ide, hogy vetted meg, de attól kezdve az én fejemből ez kiesik. Miután hogy egy hónapig feküdtem a kórházba, az agyam elment, mikor elütött a motorra a biciklis a kutya, egy hónapig feküdtem hülyén a kórházba, hogy nem értettem semmit. Attól kezdve felejtek mindent. Itt, amit látunk a lépcső oldalán, ez a díszítés, ennek a kivésését ki csinálta? Én csináltam a kivésését, itt az egészet. Ki rajzolta föl? Fú, Rusten, azt meg nem mondom, hogy pontosan ki rajzolta föl. A régi tulajdonos? Nagy Kálmán? Nem, nem tudom, mert volt itt több a kirajzolt, de hogy most pontosan kire fogjam. Mert te is rajzoltál itt, de nem tudom, hogy most te is, amad is, melyik húr azt nem ért, meg most sem tudom, hogy azt a üreg felé, hogy azt is kirajzolta. Nem tudnám meg mondani. Mit tudsz elmondani, amit közösen csináltunk a kandallóról? Hú, nagyon semmit. Csináltuk, szépen vártuk, vártuk, agyon, amit kellett, összeraktuk szépen, semmi rosszat nem tudok mondani, egy jó kis kandallót csináltunk. Azokat a motivumokat, ami ott van, azt már te rajzoltad oda, és te is visted ki? Hát igen. Én bíztem, én rajzoltam, nem tudom pontosan már, azért mondom, hogy annyira elfelejtem, hogy 20-15 évvel mit csináltam, hogy azóta kiesik a fejem, hogy nehéz rájön, hogy tényleg kicsinál, mit csináltam. Nem tudok sok mindent már. Van itt Mezőtúron egy pár olyan szobor, ami igen nagyon jellegzetes. Van 3 temető, amiben dolgoztál is. Mit tudsz elmondani a II. Világháborús szobornak a kialakításáról? A kialakítása az, hogy sokat megkopott, az, hát mondjuk olyan 25 évvel elébb vagy utóbb, mostantól visszamenőnek, én akkor javítottam át az egész szobrot, ezt tudom. Ez egybe esett Göncz Árpádnak a látogatásával? Igen, csak akkor volt, igen, mikor az a miniszter jött haza Mezőtúra, hogy körülnéz, akkor azelőtt javítottam ki, igen. Akkor volt, mikor sürgősen a városházára kellett menni? Azelőtt volt, igen. Onnan már ott is kaptak el tényleg, most utáltam, hogy menjek a tanácsházára. Vagy jöttek, értem, gyerünk. Igen. Melyik temetőben dolgoztál legszívesebben? Melyik volt az a temetőnek, annak a temetőnek az a fekvése, ahol ezek a séremlékek ki tudták adni a mondani valóját? De mind a 3 temető olyan volt, de a legjobb a felső része, a legnagyobb kapottabb sírkeretek ott vannak. De egykor már ment ott mindegyik rendesen. Kaptál-e valamilyen kitüntetést a 90 előtti években? Valamit kaptam, de azt sem tudom, hogy mikor, kit vagy honnan, mert van egy pár korongom, meg emez Amazon, ugye csillag, 5-ös csillagom, meg papírom kitüntetésről, de hogy melyik már, hogy adott, én már nem tudom. Csak mikor ránézek, hogy most te onnan jött, vagy innen jött, ennyit tudok róluk. Mert az van meg egy gyakorlatilag nagy papír, de az is nem, így nem tudom, hogy pontosan ki mi, hogy adták, mert sok apró kitüntetésem volt, de már eltűnt minden, nem érdekelt senkit. Ebben a szakmában, a családon belül segítette valaki? Már itt nem segített úron, de volt, aki segített bátyám Budapesten, ő ott lakott, ott néha segített be, hogy anyag kell, vagy ez kell, vagy mi kell, akkor ők szólt, azt megrendelték, hogy mind küldjenek ide. És a fiad itt Mezőtúri séremlékekben segítette? Már bedolgozni segített, mindig segített, de nem mint szakember, hanem mint munkatárs, úgy segített.
Ha nehezebb körben, abban ő segített helyre. Akkor ő segített mindent, ami olyan volt. Mikor jöttél nyugdíjba? Ó, a jó Isten tudja. Azt mondja, hogy most... Ha már most olyan 10 éve jöttem, mert rokkant nyugdíjas lettem. Azt hiszem akkor. A szerszámok hol pihennek? A műhelybe, garázsba, vagy odaadtad valakinek tovább használatra? A műhelybe, a fiam garázsába, meg a fiam műhelyébe van a sok szerszám, meg nekem otthon még a garázsba van a sok szerszám elrakva. Most mivel foglalkozol? Semmivel. Szenvedek csak, mert menni nem lehet, bajom volt most is 3 hétig. Nem lehetett el se hagyni a házat, úgyhogy semmi szörnyű állapotán most. Akkor most a mozgásba korlátozva vagy, de csak elmész erre arra biciklivel? Most egy kicsit már el tudok menni, mert most már tudok menni egy kicsit. Most már engedett a doktorom, hogy 6 hete, hogy a lábom szétszakadt, az alatt nem mehettem sehova. De most már egy kicsit megyek azért, hogy mégis... Nem bírom otthon, hogy csak otthon fekszek, ott jó napot. Mi lehet a lábod? Kint voltam a kertbe, fogtam egy darab fát, ott le akartam venni, ott elestem, ott szétszakadt a lábom teljesen. Ott ugye, már most 7. hete még mindig nem fordult össze rendesen. Itt vagyunk a második világháborús emlékműnél. A kezed munkája még most is látható. Mondjál egy néhány gondolatot erről a szobor felújításról. Hát nem sokat tudok mondani, mert fél kellett már újítani. Régen volt, amikor csináltam az utat, gyönyörű piszkos lett, de azelőtt gyönyörű volt a festék, a festések, minden jó. Most már olvashatatlan, tehát gyorsan át kéne javítani, mert csúnyák most már a nevek, minden. Úgyhogy már most rá volna idő, ha rendbe tennék az egészet megint. Városunkba látogatott Göncz Árpád, és tudomásom szerint megkerestetett. Milyen célból? Abból a célból keresett, hogy a temetőbe, meg a síremlék, hogy teszem rendbe. Azt ugye akkor éppen javítottam a síremlékeket, amikor behoztak a tanácsházára, ő vele beszéltük meg, hogy rendbe tartok mindent, az rend legyen. Csak sűrűsebb kéne mostan már megint csinálni. Ennyit tudok mondani. Úgy érzed, hogy még erőd lesz ahhoz, hogy még egyszer ezt olyan állapotba hoz, hogy olvashatók legyenek ezek a feliratok? Én már nem tudom elvállalni, mert már menni se tudok, nem, hogy még itten napokig csiszoljam le, fessem le az egészet, mert gyönyörűen át kell csiszolni az egész köveket, betűket, azt akkor újra festeni darabokba, tehát én már nem tudom vállalni egyáltalán. Abba az időben, mikor készítetted, mennyi ideig tartott ennek a felújítása? Hát ennek nekem körülbelül 1-2 hétig tartott, mire felújítottam, úgy emlékszek az egészre. Mikor rendbe kellett szedni. Szerinted most is kell annyi idő neki? Hát egy jó hét, vagy két hét, nem tudom pontosan mire. Tényleg átcsiszolja, átfesti, kétsorosan újra festi, mert kétsorosan kell átcsiszolni, átfesteni. Kell 2 hét, mire ezt rendbe teszik, biztos. Tudod-e, hogy hány név van rajta? Ó, azt nem tudom. Nem tudom, de sok van, de hogy pontosan mennyi, nem tudom, nem. És tudsz-e ajánlani valakit, aki ezt be tudná vállalni? Hát, hogy be tudná vállalni, Léva András sírköves, azt tudnám vállalni, hogy az meg tudná csinálni, átcsiszolni, lefessen az egészet, őt tudnám ajánlani, hogy mivel próbálják megkeresztetni. Megérkeztünk a második világháborús emlékhelyre. A te kezed munkája a felújításban ebbe is benne volt. Mikor történtek ezek a dolgok?
Hát ez már van 15 éve, hogy ezt én festettem, rendbe tettem, azóta meg van kopva minden, újra kell csinálni, mert most már nem látszik semmit rajta. Itt volt-e segítséged, aki ennél az emlékhelynél segített? Itt nem volt senkit, magam csináltam az egészet, festettem, pucoltam, rendbe tettem annak idején. Ezen más nem is volt, azóta sincs itt semmi. Mivel sok idő eltelt, múlta ezt te felújítottad, látsz-e abba a lehetőséget, hogy a mai fiataloknak lesz-e szaktudása ezeket az emlékhelyeket felújítani? Hát szakember lesz, az biztos, de az felújítsák, ugye a szakembert meg kell bízni, hogy csinálja meg már, mert már rosszan néznek ki, ennyit tudunk mondani csak. Összefoglalva, mit üzensz a mostani ifjú szakmunkásoknak? Hát az, hogy ők is tegyenek rendben mindent, amelyik olyan, hogy tudja, hogy csinálni kellene, csinálja meg. Köszönöm a visszaemlékezést, erőt, egészséget kívánok neked, és bízok benne, még sokáig itt leszel köztünk. Nagyon szépen köszönöm az összeset, hát remélem bírom még egy pár helyig. Még ma is diákja vagyok az élet iskolájának, legyél te is. Köszönöm, hogy velem tartottál, tekints meg a többi részt is.